Sziasztok, Dani Boly vagyok, és ebben a videóban e-cigis cuccokat fogok kicsomagolni. Ugye ebben a kis csomagban jöttek, elméletileg benne van az összes termék, amit rendeltem. Ezzel a késnek a segítségével fogom kibontani. Egy van csomagolva. Pukkanós csomagolásban van, és az még pluszba bele van ragasztva ebbe a sima csomagolásba. És ezt így ki kell belőle tépni elvileg. Na, itt van. Jó, ezt elrakom ide félre, és itt vannak a cuccok, amit rendeltem. Még van hozzá egy ilyen kis papír is, nem tudom mi ez. Ugye megnézem. Úgy tűnik ez csak a számla, ez most nem lényeges, úgyhogy ezt is félreteszem. És rendeltem 2 darab ilyen újratöltőt, ugye 10 ml-es, ebbe az e-liquidet bele tudjuk tenni, és belecsepegtetni a integrált patronunkba. Ezt vissza is teszem rá. Rendeltem egy epres, nem, málnás e-liquidet, 10 ml. És elméletileg 20 darab, 15-20 darab ilyen előtekert üvegszálat. Ugye ez megy majd bele a patronba. És 2 darab szipkát, az egyik ilyen stílusosabb. Ez 400 forint volt, ha jól tudom, ez meg 200. Ugye ez megy ide rá a patronnak a tetejére, ez ilyen könnyen ki lehet húzni. Itt van rajta egy tömítés, és ez megy ide. És igazából ennyi mindent rendeltem, és ki fogom cserélni ennek a patronnak a porlasztóját. Ugye fel fogom újítani. És akkor kezdjük. Na itt is van az integrált patronunk, és igazából ez egy Vivi Nova nevű patron. És az az első dolgunk, hogy szedjük szét. Ugye le kell csavarni a tetejét. Utána az alját. És akkor elénk tárul a porlasztó fej. És igazából ezt innen le kell húzni. Utána ezt innen kicsavarni. És itt látszik benne van egy ilyen kis tömítés, plusz egy ilyen fém. Ezt a kis fémet innen ki kell húzni a tömítéssel együtt. És az a helyzet, hogy túl rövidnek bizonyult ez a kis előtekert üvegszál. Úgy tűnik, hogy ezt alsó kazános patronokba tervezték, és csak így tudom megoldani sajnos, aztán majd meglátjuk, hogy beválik-e. Ha nem válik be, akkor vattát fogok a helyére tenni, összesodort vattát, de remélem jó lesz így is, hogy áthúztam ide az egyik oldalára, és ez így pont leér a patron aljába. A másik meg ugye így szabadon marad, a másik rövidebbik vége. Most az a dolgunk, hogy ezt így fogjuk meg, ugye itt van a két kis vége a tekerésnek, és dugjuk át ezen a kazánfejen, nagy porlaszton. És itt be kell, hogy csúszson a résbe a üvegszál. Majd így bele tudjuk húzni. Kicsit még húzok rajta, így körülbelül jó lesz. A következő lépés, hogy megfogjuk ezt a kis tömítést, és kihúzzuk belőle ezt a kis fémet, ezt ide félre rakom. Aztán az egyik szálára, teljesen mindegy, hogy melyikre, húzzuk rá a tömítést. Majd ide nyomjuk be, és az a lényeg, hogy az egyik átmegy a tömítésen, a másik itt lesz mellette. Ezt
egy kicsit le is hajthatjuk igazából, talán egyszerűbb vele dolgozni. Bizonyosodjunk meg róla, hogy pontosan illeszkedik a tömítés. Majd a kis fém darabot is tegyük bele. Ezt is elhajthatjuk. Kis fém darabot is ide dugjuk bele. És ha mindent jól csinálunk, akkor ez oda fogja szorítani a két végét a tekerésnek. És elvileg így jó is. Majd le kell vágni ezt a két kis szárat innen, hogy ne lógjon ki. Lehetőleg a legjobban, legközelebb ide a közepéhez, hogy nehogy véletlen összeérjenek, például összeérjen ezzel a kis menettel. Ennek elvégzésére tökéletesen megfelel egy ilyen kis körömcsipesz. Ugye ezzel jó közel le tudjuk vágni a kis kilógó szárat. De igazából egy kis csípőfogó is teljesen megfelel a célnak. De most ez volt kéznél. Ezeket így félre is rakhatjuk, ez már nem fog kelleni. És most ezt sodorjuk szét, vagy egy helyesebb tárgy segítségével szét lehet húzni. Az utóbbi praktikusabb, könnyebben megy így. Ugye ez arra fog szolgálni, hogy felszívja nekünk az E-likvidet, és oda juttatja a kis tekeréshez. És innen fölülről, ha megnézzük, nem tudom, hogy látszik-e a kamerában, talán ha oda fókuszál, ott van a kis tekerésünk, ezt el kell igazítani, hogy pont középen legyen. És lehetőleg ne érjen hozzá a széléhez. Kicsit meg lehet itt húzni, hogy a felesleg lejöjjön róla, ami szét van borzolódva. És igazából felújítottuk a kis porlasztófejet, és most rakhatjuk össze. Ezt itt jól meg kell húzni. Igazából egy kisebb fogót is szoktam hozzá használni, mondjuk nem szabad megtépni, mert a menet könnyen el tud nyalódni, de azért határozottan húzzuk itt meg. Ugye nem szabad, hogy az E-likvid ide befolyjon. Hát az nagyon nem tenne jót neki. Kicsit még kiebb húzom, hogy nehogy becsúszom véletlen. Ugye látszik, hogy a tekerés teljesen jól bent van, még talán egy kicsit arrébb lehetne lökni. Így elvileg jó is, és tegyük rá a palástot. Ezt is itt erősebben meg szoktam azért húzni, hogy ne folyjon a patronunk. Most kicsit eligazítom, hogy egyenesen leérjen az aljára a kis üvegszál. Jó is lesz. Majd ezt tegyük vissza rá. Ezt az elejénél is megtehettük volna, de igazából most jutott eszembe, ezért most teszem rá, igazából teljesen mindegy, hogy mikor végezzük el ezt a műveletet. Csak ez kerüljön vissza rá, az a lényeg. Nyomjuk le teljesen, ameddig csak tudjuk. És igazából ezt nem tekerem rá, mert most meg is fogom tölteni egyből. És többen kérdeztétek, hogy milyen az egész szettem. Igazából ez egy GS EGO 2200 mAh-es akkumulátor, EGO aksi. És van rajta egy ilyen mod. Ugye ezt takarja, ilyen menettakaró. És igazából ez csak arra szolgál, hogy így szebb maga az egész készülék, hogyha egybe van. Ugye ez ilyen belső menet, ide megy bele, nem a külsejére, ezért így takarja nekünk azt a kis külső menetet. Csak arra szolgál, hogy tényleg jobban nézzen ki.
Ugye most ki van oldva a zsebzár, ugye látható, hogyha megnyomjuk, akkor világít. És igazából egy ilyen gyors izítást csinálok már így, hogy működik-e. Úgy tűnik, igen. Nem szabad ilyenkor hosszabban nyomni, mert megégetheti az üvegszálat könnyedén. Úgyhogy ezt rá is csavarom egyből. Most inkább bekapcsolom a zsebzárat, ahhoz ötször meg kell nyomni. És igazából villog. Ezen nem lehet állítani a feszültséget, azt kell róla tudni, ez az aksi. Ezen az aksi nem lehet állítani ugye a feszültséget, ez 4,2 voltos. És igazából már csak annyi a dolgunk, hogy megtöltsük egy kis e-likviddel. Ugye azt érdemes tudni, hogy maximum addig szabad, ameddig van az üvegszál. Egy kicsit alá, itt van ez a kis vonal, nem tudom, hogy látszik-e itt belül. Addig szabad megtölteni, hogy ne folyjon meg. És akkor egyből szerintem az új málna ízűvel meg is tölthetjük. Ezen van rögtön egy ilyen csőr, hogy egyszerűbb legyen megtölteni vele. Ugye a patront, úgyhogy most nem fogom áttöltögetni ebbe. Elég jó illata van. Édeskés illata van. És ide a szélére kell. Egy ilyen 3 ml mehet bele körülbelül ebbe a patronba, nem több. Na, és ugye tele is van, amint látszik. És most itatni kell hagyni egy olyan 5-10 percet, lehetőleg megfordítva, és közben kell párat szívni bele, így simán. Ezt elfelejtettem közben visszarakni. Ugye izzítás nélkül kell bele szívni néhányat. Azt még nem mondtam, hogy 2 ohmos ez a tekerés, ez az új, amit most vettem, 2 ohmosak. A gyári ebben a Vivinovában 2,4-es volt, úgyhogy ez elvileg nagyobb gőzt fog produkálni, majd meglátjuk. És igazából most le is tekerem az egóról. És megfordítom, és a következőleg ezt a szipkát fogom berakni, ugye ezt az újat. És akkor jelentkezek. Na, eltelt a 10 perc, és pár ilyen izzítás nélküli slukkot csináltam. Igazából így néz ki az új szipkával. Szerintem elég dizájnos. És akkor próbáljuk ki. Gőzképzés és ízátadás tökéletes, tényleg 10/10-es, nagyon jó. Az új málna nagyon jó, a szuperál, nagyon ízlik. Igazából az egyik kedvenc ízem ez a málna. Ugye vízipipába is állandóan málnásat szívok, vagy mentolos málnásat. Tényleg, úgyhogy nagyon jól sikerült. És úgy tűnik így is rendesen fel tudja szállítani az üvegszál a levest a porlasztóhoz, a tekercshez, ami szépen el tudja porlasztani, úgyhogy tényleg úgy tűnik jól sikerült ez a felújítás, és igazából 20 darabot rendeltem ebből a üvegszálból, úgyhogy teljesen jó, van egy csomó, ez egy csomó ideig elég, olyan 2-3 hetente kell őket cserélni, ha jól tudom. Igazából amikor kezd már így elégni, kicsit megégni az üvegszál, akkor érdemes kicserélni, és kezd kicsit kaparós íze lenni. Úgyhogy tényleg, mondom, nagyon jól sikerült. Igazából ennyi. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Én Dani Boly voltam. Sziasztok!